Egy hölgy lesz most az első vendégem, aki mára már megelégelte anyósa kihívó viselkedését, Éva. Köszönöm, Évi, hogy eljöttél. Mi a helyzet a Marikával, illetve a Marika nénivel, ugye, mert már idősebb, ő a te anyósod. Hát igen, az, hogy mikor lejön hozzánk, akkor a páromat nézi, lesi, meg mindig mondja neki, hogy de jó tested van, meg ilyeneket, meg megfogdossa. Milyen jogon? Milyen jogon fogdossa ő az én páromat? És ezt szeretném vele tisztázni, hogyha szerelmes belé, akkor mondja meg. De ne így csinálja. Tehát akkor most hogy is van pontosan? Ez a hölgy a te párodnak a nevelőanyja, ugye? Nevelőanyja. Igen, mert az édesanyja meghalt, és az ő édesapja újra nősült. Tehát így van a kapcsolat. És akkor mit csinál? Hogy előtte... Igen, előttem átfogja, meg ilyeneket csinál. Átfogja hogyan? Hát oda megy például, hogyha a párom áll a mosogatónál, az oda megy ő. Marika néz, akkor így átfogja. De milyen jogon? Átöleli? Igen, de milyen jogon? Meg így simogassa a karját neki, meg mondja, hogy de jó tested van, meg ilyeneket. És akkor, meg ugye volt olyan is szó, hogy fölhívtam Marika néni telefonon, hogy van munkahelyem. És azt mondta, tán a négyesen. Hát minek néz az engem k***ának? Miért lett ilyen ellenséges ez a viszony közöttetek? Emiatt? Hát azért, mert tetszik neki az én párom, de ne tetszedjen neki. Figyelj, ott az ő úra, az foglalkozzon vele. Na de biztos, hogy tetszik neki? Lehet, hogy csak szeretetből csinálja hát ezt. Hát szerintem biztos, hogy tetszik, mert lehet, hogy már naposomnak már magyarul nem áll fel a k***szép párom. De mondott ilyet ez a Marika néni, hogy ő szeretné? Hát nem, de hát csak azt veszem ki belőle. Na de most abból, hogy végig mert simít a karján... Mert akkor hány éves legyen egy nő, lehet az 80 éves a lábát még szét tudja tenni. Na de várj egy picit. Lehet, hogy pusztán csak tényleg úgy szereti, mint a fiát. Most az, hogy megsimítja a karját, hát az... szerintem biztos, hogy nem úgy szereti, hogy mint a fiát. Na jó, akkor melyik megjegyzése enged erre következtetni, hogy ennél többről van szó? Az, hogy mikor legyünk, mikor lejönnek, akkor mindig azt mondja a Gabinak, de jó tested van. Hát de miért kell ezt mindig mondani? Mindig mondja? Igen. Ez többször is volt erre igen. Példa? Igen, többször elhangsúlyozta, hogy de jó tested van. Hát és... azt lesi. És csak így ruhában? Vagy szokta látni egyébként mondjuk nem, katyában hát, is? Nem, szokta úgy félmesztelen látni, igen. Valami olyasmit mondtál, hogy fogdossa is? Vagy hogy meg... Hát igen, fogdossa. Hol fogdossa? Fogdossa, hát volt olyan, amikor az acskóját. Azt mondta Marika, hogy véletlenül volt. Hát véletlen nem érhet úgy a kéz oda. Na de hogy történt ez pontosan? Hát hogyha állok a szekrénynél, és én oda megyek, és a szekrényből ki akarok venni valamit, akkor én azt veszem ki, nem azt, hogy másnak a zacskóját. És mit mondott a párod, hogy egyértelműen oda nyúlt és megmarkolta? Így van, és akkor a Gabi rászólt, hogy mit akar itten. És? Marika néni, jaj, hát véletlen volt véle, hát olyan véletlen nincsen azért. Azt mondod, hogy szerinted abban mesterkedik, hogy benneteket szétválasszon. Hát szerintem biztos, hogy azt akarja. De ezzel? Tehát, hogy a Gáborhoz közeledik? Szerintem közeledik? Ezzel, mert ő szerelmes a páromba, így van, és szerintem ő meg a páromat akarja, csak amit nem fog elérni. Marika következik most. Azért vagyunk itt, mert azt mondja az Évi, hogy van egy kis békétlenség a családban, illetve neki van egy problémája, amit szeretne megbeszélni. Tessék! Azt szeretném magával közölni, Marika néni, hogy ő emlékezik, mikor fölhívtam magát telefonon, és azt mondtam magának, hogy én elálltam dolgozni, és maga erre mit mondott? Hát tán a négyesen! Hát nem a négyesen, maga engem ne nézzen tagság hülyének, meg a Gabit, ahányszor legyütt, a Gabinak mindig azt mondta, de jó teste van, de jó teste van, nem tudod állandóan fogdossa, maga szerelmes a Gabiba. Én? Maga bizony halálosa, meg a aposomat is, maga ellenem fordítson, ellenünk. Jézus már. Ellenünk, úgy bizony. Ne higgyenek neked, úgy hazudik, hogy nem igaz. Úgy, maga hazudik. Miért mondja akkor ez? Ebből semmi nem igaz, Mónika. Maga hazudik. Nem szégyeli magát. Nem. Akkor mi megmondja, hátszól lefogdost a k***t is, hátszól! Szűz anya! Még az életben nem csaltam meg senkit a szerencsétnek. Nem, maga egy szentasszony, mondja azt, hogy szentasszony.
Mónika, miért mond akkor ő ilyet? Vagy miért ez az ellenségeskedés? Hát mert hülye, mert én az apjával hülye, élek. Magánál hülye, nincs vagy a Magyarország fölött. Hülye, nem normális, mert ilyet nem csináltam az életemben soha. A férjem megmondja. Majd a kapi is megmondja. A férjem megmondja, hogy én milyen vagyok. Meg állandóan azt mondtam, amikor legyünk, de jó tested van, de jó nézel ki, Gabikám. De mindenki te férjékeny vagy, még a lányodra is, te szemét. De jó tested van. Hogy mondhat ilyet, ami nem igaz? Hát igaz. Nem figyeled magad. Fogadjunk, mindjárt megvágom, hogy előre. Nem vállak én téged. Megvágom úgy, hogy a meccő viszi. Próbáld meg. De Éva, miért kell így beszélni? Próbáld meg. Oda abba a házba. Én egy rendes asszony vagyok. Házba a maga a lábát be nem teheti. Nem is megyek oda soha az életet. De nem ám, mert olyan, maga olyan mocskos munkát hagyott ott, mint az 21. Milyen munkát? Nem is értetelek meg soha te. Á nem. Maga egy olyan tiszta asszony, hogy alja. Maga tiszta? Tiszta vagyok. Miért van ez a borzasztó viszont? Miért viselkedik akkor így az Éva? Mi? Paprikás krumplit hogy kell főzni? Paprika nélkül? Még ott nem hallottam szintelen paprikás krumpli. Krumpli meg a víz. Jézus Mária. Hát mert magának ez a paprikás krumpli, de vállam nem. Éva, figyelj csak egy picit. Jó? Éva, figyelj csak, ennek az egésznek, ahogy most beszélsz vele, csak az az oka, hogy megjegyzést tett a párodra, vagy azokat a megjegyzéseket tette? Hát csak így van, meg miért fogdosa? Mert megfogdosta, nem kell letagadni, mert letagadja. A férjem megmondja, mert mindig együtt mentünk. Ez így van, ez soha tényés ilyet való. Nem csináltam, én senkit hát meg nem csak. Hát mikor Sanyi bácsi bennbult, persze a lakásban nem csináltad, de mi a kimbult hátul a kertbe. Nem igaz, Monika, nem motoszkált igaz. Motoszkált már maga, meg már a Gabi alatt motoszkált. Jézus már. Na megkérdezzük ez akkor a párodat is, de akkor előtte még egy mondat, hogy akkor miért mondhatja ő ezt, mert borzasztóan ellenséges nem az tudom, Éva. Nem tudom. Miért viselkedik akkor így, hogyha soha ez nem meg igaz? Nem bántottam az életembe. Nem, mert pályázik a párom. És soha azért. Oda a lábamat többet be nem teszem, mert ilyet biztos, nem mondjál rám. Be, azt tuti, hogy nem teheti én nem be, megyek tuti. Oda. De lehet, hogy te fogsz menni. Kicsoda? Te. Hát ki maga el, majd maga fog én nekem intézkedni. Engem nem érdekel, nem az enyém. Csináljam takasz. Engem kit, azt fogadjuk magának se lesz háza, mert maga meg ott fog lenni a saját házából. Éva, azért ez már nagyon ötös túlzás. Engem nem érdekel, De miért kell így szemben nekem tenni? Ne hazudjon, mondja meg az őszintét. Majd megmondja a Sándor, hogy mi igaz ebből, amit mondasz. Nagyon kérek a Sándortól. Na. Majd megmondja, mi az igaz, én ki vagyok, mi vagyok, rendes asszony vagyok, tudod? Nagyon olyan rendes, hogy ajjal, földkereki nem lehet találni. Na jó, megkérdezzük akkor a páradat is erről, jó? Hogy mondasz Gábor ilyet, érem? Ez a valóság. Köszönöm szépen, hogy eljöttél, Gábor. Az Évi a te párod. Igen. Ugye, elmondja most neked is akkor, hogy miért is vagyunk itt. Ő azt mondja, hogy pusztán békét szeretne ebben a családban, de mondjuk nem erre utal a viselkedése. Azért elmondja neked, hogy miért vagyunk itt. Azért jöttem ide ebbe a stúdióba, hogy Marika nénnek elmondjam, hogy miket művel veled, mikor együtt, miket csinált, lefogdosott ez az, meg mindig azt mondja neked, hogy de jó tested van, Gabi, mikor, de jó nézel ki. Mikor tapogattalak én téged? Mondd meg! Én nekem csak azt mondta, hogy de jó testem van. Én nem mondtam neked semmit, mert ilyesmiről szó se volt. Ne hangosan hazud. Mondta. Ne hát én hallottam. Mert engem, én soha nem tapogattalak téged, és nem is foglak. És mondd már meg, mikor hívtam telefonon, azt mondtam, hogy elálltam dolgozni. Mit mondott rá tán a négyesre? Hát ő a nem én a a verjem a vagy te. Magánál nagyobb hát már nem is létezik szerintem. Engem rendes a férjem és kérdezik. Nem tudom, ezer kolbászik bemehet. Nem tudom, ezer kolbászik bemehet. Csak azt nem tudom, hogy a pateromat miért nem engedi haza. Hát mindig hazaengedtem, ne hazudjál, Gabi. Mindig hazaengedtem. Ha én is nem is mentem, de hazaengedtem. Nem, Marika, én másfél hete is volt, és azt mondta... Maga rabságba tartjon. Nem tartom én rabságba. Hogy megkérdezte a pateromat, hogy Marika néni tud róla, hogy lejött, azt mondta, hogy nem. Dehogy nem, ne hazudj, Gabi, mert én mindig úgy engedtem el, hogy hozzátok, és soha nem tartottam vissza a vádat. Hát a paterom megmondja ő. Lépett. Nem, csak amit adok, abból maga sose ad neki vissza, és ezt is megmondta apósom. Mit nem adok vissza? Azt nagyon jó tudja maga. Hülye. Ezt megmondta apósom saját szájában. Ő nem adja nekem a visszajáró pénzt. Most járta. Nem a... Honnan tudod te? Hát tudom, mit mondtam, azt mondtam, hogy ki leszek onnét téve. Hát ő nekem nem fogja megszabni. Ja tényleg, a... Faterom, 5 éve vagyunk az Évával, és az nem mondta, hogy 5 év alatt, hogy telefonba, hogy kirakja az Évát. Akkor csak maga akarja kirakatni. Nehogy már rám fogjatok ilyet, hazudtok!
Hát pontosan, hogy magának a szándékos, és azt mondta, hogy nem szégyellek magad. Én nem mikor tapogat a hát fiam lehetnél te? Én azt tudom. Na hát akkor... De mégis tetszik. Tetszik a nyavajának. Mégis tetszik. Szóval, a te párod Gábor, nem igen. Egy pillanat. Azért nem őszinte magam, mert most fél a Sanyi bácsitól magát, nem majd félek én ott hagyja magát. De... Nem félek én a Sanyi bácsitól. Pontosan mi hangzott el akkor? Ez az egyetlen egy mondat? Hogy neked... Hogy? Jó testem, amikor félmeztelen nem voltam, igaz, de az Monika, vagy dicséret igaz. Volt, és vagy soha őket én. Nem tapogattam, mert én hát a fiam lehetne. A tapogatásból lehetne. Mi igaz? Semmi. Az csak simogatás. Majd a férjem megmondja, hogy nem tehát igaz. Tehát pusztán az egy normál simogatás, igen. Mint ahogy anya a fiát szokta, karja, karodat igen. Megsimította, igen. Vagy a válladat. Igen. Soha. Tehát akkor nekem pusztán nem ez az egy megjegyzés váltotta ki ezt, ezt a támadást? Igen. Te golyó! Mit ma? Az Éva olyasmiket mond, hogy hozzád ért ott alul? Nem volt olyasmi, túl sok. Hát nem a szekrénynél. Akkor Éva hazudik? Hát lehet. Egy kicsi kis igazság van benne, de a, nem olyan, szerintem de csak a falamat érintette, mert a szekrényhez ment valahol. Tehát akkor ez véletlen is igen. Lehetett. Tehát, de az tény is való, hogy a fateromat nem engedi haza. Na, tehát akkor igazából ez, ebből, ami miatt... Húsvétkor se voltak lent. Minek menjünk le? Azért veszek együnk? Az nincs értelme. Nem magának tőle együnk, jó oda. Nem Marika, megyek én. Nem... Én tőlem most is mehet. Engem nem, ma, nem magával veszek szét. Elmehet. Nem magáig vagyunk oda. Az Éva, ha veszek tudom én azt, hogy nem én. Azért is nem Gábor, mentem. Figyelj csak. Maga le is gyűljön, mert nem hiányzik. De te miért engedett, hogy az Éva így beszélje? Nem is hiányzik. De hogy így rám másztatok az izére. Nem. Meg kell győződni, beszom bizonyítani, ez nem igaz. De nincs semmi gond. Hanem? Soha. A fateromat nem engedi le. Mi az, hogy majd mindjárt jön, és messzi a mondani, hogy leszoktam engedni. Igen, és ellenünk idélte Sanyi bácsit, ellenünk. Nem, ezt mondott te is, hogy ellenetek kuszítottam. Ellenünk kuszítottam. Nem, a fateromat már meg van változó szabályszerűen. Ti vagytok megváltozva, nem a fateromat. Engedi, hogy izé. Hát menjen, én tőlem mehet. Én tőlem mehet, én nem tartom vissza. Jó, Gábor, megkérdezzük akkor édesapádat is. Majd meglátjuk, hogy meg tényleg többet így változott, mint azóta... Édesapád. Nem, én nem tudom, hogy mi van, de... Micsoda buli, köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk. Hát eléggé furcsa ez az egész ügy, és nem is tudjuk igazából, hogy mi igaz belőle, mert Éva mond egyfélét, Marika néni mond még egyfélét, de a kettő még véletlenül se találkozik. Légy szíves, Éva, két mondatban foglald össze akkor a posod számára, hogy mivel is vádolod a Marika nénit. Hát én azzal vádolom Marika nénit, ha megharagszik, ha nem a pósom, tudja, hogy magát nagyon szeretem, ezt nagyon jó tudja maga. Így van, mikor legyütt Marika néni a nyáron, mikor magával is legyütt, emlékszik. Akkor a Gabira, amikor maga kim volt hátul, mert akkor sosem volt benn Sanyi bácsi, mert kiment mindig hátra a kertbe, és mit mondott akkor? Mindig a Gabinak, de jó tested van, de jó nézel ki, meg megsimogatta itt a Gabi, erre az élő tanú is. Nem igazán. Pontosan. Ne hazudjál. Pontosan. Nem szégyelled maga itt a mi ja, tudja, miért jöttem el? Tudja? Mert mikor egyszer fölhívtam Marika nék telefonon, és azt mondtam, hogy, elállok, hogy elálltam dolgozni, tudja mi volt a válasz rá? Tán a négyesre, hát engem ő ne nézzen k***nak. Nem négyen. Nem mondtam én róla semmit, ne hazudjál. A telefonban ezt mondtam, mikor magát hívtam, hogy találtam munkát, és elálltam. Maga mit mondott? Tán a négyesre. Hát engem ne nézzen k***nak. Nem, ilyet én nem mondtam, ne haragudj. Nem mondta semmit, nem mondtam. Mit mondtam. Nem én beszéltem vele telefonon. Én ilyet nem mondtam. És még mivel vádolod? Ezen kívül, hogy megdicsérte a párodat? Ja, hát a simogatás. Simogatta meg csak, mikor Marika néni. Én őtet simogattam, mikor? Az nem tapogatás lehetett. Te a szerelmes belé. Nem. Szerelmes, figyeljen már. Hülye vagy minden. Ja, na. Ország, világ. Figyeljen már. Tudja, mit mondott az előbb? Azt mondta, hogy ő ki fog engem rakni a házból. Nem fog maga kitenni. Figyeljen már. Maga miért mondja azt az Évának? Csak áskálódik a Marika néni, hogy telefonba, hogy hagyja el a házat. Hát 5 éve vagyok vele, még én maga ilyent nem mondott. Én nem mondtam ilyet. Ilyen, nem az éhában mond, akkor menjen onnan semmit. Hát nem fogok elmenni onnan. De igenis, elfog, mert a Sándornak a háza. De nem fogok elmenni. De magam mi köze hozzá? Magának a házban vetett valami. Nem tudom, hogy azért akkor nem igen, igen. Nem megyek. De nekem bizonyítékom van. Bizonyítékom van. Rajtam a hivatal segít. Én beviszem a hivatalban bizonyítékokat. Mennyi hivatal mennyivel a villant is érrendeztem? Meg a Barcelona 103 ezeret. Miről beszélünk? Fogd be kár. Miről beszélünk? Várjál már.
Engem nem érdekel, hogy a fát, Gabi, most engem azért nem érdekel. Nem kell itten vitatkozni, mi azért jöttünk be, hogy megoldjuk a problémákat. Nincs semmi között hozzá. Az Éva miért beszél így vajon? Magának nem az még küllött a sajba, én tudom még küllött, miért volt annyira oda érte. Még kellett mondani neki, hogy izé, menjen el a házból. Maga mondta, én nem mért a ház, engem nem érdekel a ház. Nem mondta neki. Csak azért. Marika néni, ő többet tett oda, mint a Marika néni. Már most én nekem is azt kell mondani. Mikor utóbb telefonálta? Mondták, hogy adj neked 81 forintot. Mit mondtam? Nem azt mondtam, hogy 81 forintot. Fizessen ki, eltávozok a házból. Mit mondott erre? Az ő házából fizessen ki. Én egy 10 fillért nem fizetek, hiszen én abban 10 fillért nem tettem, nem? Majd meglássuk a hivatalon keresztül. De ingyen laktál, szívem. Mit ingyen? Mit ingyen? Hallgasson már maga a hetemet, ő belőle a helye. Jézus, de most... Gábor, te ezt miért engeded? Várjál már, figyelj, te rám, a... kérlek, nekem válaszolj. Miért engeded, hogy az Éva így beszéljen? Ez mert fővas, én nem tűzik, meg csendesebben beszélgessél már. Olyanokat mondott a Marika nénire, amiért, hát én az, ilyet nem lehet tűrni, hogy ilyen szavakat használjon, akármi történt. Ezt nem lehet hagyni. Hát nem, majd mindent én nyelni fogok. 5 éven keresztül nyelni. Nyelünk neked. Én mikor pontosan? Maga nyel nekem? Igen. Mindjárt már. Én nem szabad beszélni, hogy te beszélsz. Maga mit tett abba a házba? Én nem is akarok oda menni, és már meg. Én nekem van lakásom. Neked is semmi kétek hozzá. De nekem van. Semmi. Semmi. Nem fog tudni kitenni, ha akar. Égnek áll, akkor se tud kitenni onnét. Majd a rendőrség kitesznek. Még az sem, mert az állandó lakcímem, és viszem a bizonyítékokat, hogy mennyit költött. Úgy bizony, képzeled. Majd meglássuk. Akinek a nevén van. Jó, legyen hard, akkor legyen hard. Majd kicsit legyen hard. Maradjál már kicsit. Nem érdekel, Gabi. Ház véget. Micsoda? A házvéget kellett a Gábor neki, hát persze. De hát én nekem nincs is a neve lejtenni. Mit akar? Majd ha meghalod, akkor... Nekem a Gabi a házvéget. Igen. Azért kellett neki. Azért vagyok veled, mert a házvéget. Igen. Nem. Hát te nem is az evé a ház. Gondolkodjon már. Mindig hordják a kaját magukkal, mint ami nem lenne. Hát hordjuk is. Rövid szünet után egy férfi következik, aki arra panaszkodik, hogy a felesége szó nélkül faképnél hagyta őt. Ha ismer olyan nőt vagy férfit, akiről kiderült, hogy párja szeretőt tart, és szembe akar szállni a kapcsolatát tönkretevő csábítóval, akkor hívjon minket a 371-44-71-es számon, vagy írjon nekünk a monika@rtlklub.hu e-mail címre.